Sziasztok! A következő lecke sorozatban a Felső Maros mentére kalauzolom a tanulni vágyó hegedűs növendékeket. A Lucz mentén fekvő Vajda Szent Ivány népzenéjéből szeretnék egy kis szeletet továbbadni azoknak, akik szeretnének ismerkedni ennek a falunak a zenéjével. Horváth Elek hegedűjátékát szeretném nektek bemutatni. A táncrend verbunk, sebesforduló, csárdás, korcsos, majd cigánycsárdás, és a végén van a batuka. Ugye a II. Világháború előtt még a batukát csak a románok járták, mivel ugye a táncalkalmak külön voltak magyaroknak és románoknak, viszont a világháborút követően már a táncalkalmak közösek voltak a románokkal, így a magyarok is átvették, és járják is a batukát. Az első verbum dallamot szeretném nektek bemutatni. Azt tudni kell, hogy nagyon gazdag ez a vidék közjátékok szempontjából, tehát végtelen a tárháza a variációs lehetőségeknek. Először akkor mutatom nektek ezt a verbunkot. Lesz a dallamunk. Ez egy eléggé elterjedt dallam a Felső Maros mentén. A péterlakiak is játsszák például, a vajolaiak is. Igazából ott a környéken majdnem minden falu, ahol volt zenekar, ők játszották ezt. Nos, akkor mutatom lassítva. Ugye úgy kezdődik a dallam, hogy egy üres A-ról, viszont hozzáhúzunk a D-húron egy gisz hangot is. Lezárhatjuk még egy másik féle variációval is a dallamot, de ezt általában akkor játsszák, amikor jelzik előre, hogy itt most már nem előről kezdődik ez a dallam, hanem következik a közjáték. Tehát mutatom az ismétléstől, plusz a közjáték. Tehát ez a kis rész fölfele fog kezdődni.
még egyszer ezt az átmenetet a közjátékba és magát a közjátékot ugyanilyen lassan, tehát az előbb, amikor ezt mutattam, ott azt mondtam, hogy fölfele kell játszani ezt a részt. Viszont lefele jön ki, tehát... fölfele kijönni. Fekvésváltás egy üres húrral beszúrva, és üveghang, éhang. Az első verbum dallamunk. Kitartást és sok sikert kívánok a megtanulásához. Jó gyakorlást!